Az egyetlen magyar csapat az Opel Dakar Team versenyzői az első napi eltévedés miatt csak a 14. helyről rajtolhattak el a világkupa futam második versenynapján. Szalai Balázsék napközben feljöttek egészen a 8. helyig, de ma is megült a bajuk a navigációval. Az autó tényleg nagyon jól viselkedik, nagyon-nagyon jól kezelhető, tényleg nagyon jól ment. Abszolút minden rendben volt vele, semmi műszaki ilyen problémánk nem volt. Sajnos a navigációval ma is meggyűlt a bajunk legalább 10-szer, úgyhogy elég sokszor kellett visszamennem pontokat keresni, hogy megtaláljuk a helyes utat. Ez egy picit demotiváltá tett engem, de aztán úgy a legvégén megint magamra találtam, úgy érzem, és aztán a vége megint jó volt. Akkora hiba nem volt benne, mint tegnap, ilyen kapitális, több kisebb volt. Igazándiból nem találtuk meg annak a ritmusát, szóval minden végül is megvolt, minden pont megvolt, csak amikor valahol megtaláltunk egy pontot, akkor a kiindulási alapokat nem mindig találtuk el. Az Opel Grand Vendix-el végül 4 óra és 46 perc alatt értek végig a 334 kilométeres mért szakaszon, ez pedig a verseny második napján a 9. helyre volt elég. Szalaiék összetettben is a 9. helyen állnak, 2 óra és 23 perc lemaradással az éllovas Nasser Al-Attiyah mögött.